Jó reggelt, jó napot és jó estét mindenkinek! A mai órán visszatérünk a koreai nyelvtanulásra. A koreai számokkal fogunk még mindig foglalkozni, a koreai számsorral, hogy pontosítsak. Az összes maradék koreai számoló szavat a mai órán fogjuk megtanulni. Nagyon hosszú lecke lesz, úgyhogy odalent majd belinkelek, hogyan mondják ezt, ilyen linkeket. Hogyha rákattintatok az adott időpontra, akkor pontosan előbb el fog ugrani nektek az a számláló szó, amire szükségetek van, hogyha nem akarjátok mindent megtanulni, vagy ha tudtok már párat, csak egyre vagytok kíváncsiak, akkor odalent megtaláljátok az időpontokat. Mondom, nem tudom, hogy mondják magyarul, jó? Elnézést kérek. Tehát, hogy az, amit odalent majd megtaláljátok, jó? Tehát a koreai számsort azt már tudjátok, azt is tudjátok, hogy olyan kell alkotni a koreai számsort, vagy a koreai, nem, tehát a számláló szavakat hogyan kell berakni a számok után, hogyha kiírjátok, hogyha nem írjátok ki, tehát ez a nyelvtani része, ez már megvan mindenkinek, úgyhogy ezzel nem fogunk húzni az időt. Nézzük is akkor, mit fogunk ma venni, tehát a szállal fogunk kezdeni, a szál az életkort fogja kifejezni. Nagyon egyszerű, szimlabuszon odarakjátok az adott szám után, mint azt már szerintem említettem, de még egyszer említem, mert nem vagyok benne biztos, az 1-től 4-ig ott levágjuk az utolsó kis hangzót, a legutolsó más hangzót vagy magánhangzót az adott szóból, tehát hana helyett han, dul helyett du, set helyett se, net helyett ne lesz, amit használni fogunk a szál előtt, tehát han szál, du szál, se szál, ne szál, tászat szál, jaszat szál, és a többi, ezt így fogok hallgatni ezeket a mondatokat, itt írtam. Pár mondatot nézzük meg azokat. Tehát, Chanun sumul ilkop sarja jó, nanun jó, én 27 éves vagyok, te, Uri Kamirashika, ije du sarja jó, a kis Kamilánk már 2 éves, ezt úgy kell elképzelni, hogy Uri, tehát a miénk, Kamilla, valószínűleg, hogy a mi családunkban van egy kisgyerek, akit Kamillának hívnak. Ja. Nézzük, mi a Csárie, jó, hány éves vagy? Tehát még mindig a miattal fogunk kérdezni, az ezt a hány, mennyi, mennyire egyszerű, jó? Tehát csak oda rakjátok a szát az adott idő, vagy mi idő, szám után, jó? Nézzük, ke. A ke az egy olyan számlás, amit univerzálisan tudsz használni tulajdonképpen bármilyen objektumra, vagy bármilyen tárgyra, amit meg akarsz számolni. Jó? Tehát itt elég sok érdekes mondat lesz. Itt most már használni fogjuk azt is, hogy csüm. A csüm az azt jelenti, hogy kb. Lehet használni a mant is, ami azt jelenti, hogy csak, és a többi. Jó, megnézzük, hogy milyen mondatokat írtam, és akkor ennyi egyszerű lesz. Itt most nem fogom még egyszer mondani a számokat, mert tudjátok már a számokat, ugyanaz lesz érvényes, tehát 1-től 4-ig az utolsó magán és más hangzót levágjátok, tehát hanke, duke, szeke, neke, és a többi, így fogjátok alkotni őket, jó? 5-től felfelé pedig rendesen kiírjátok a számokat. Nézzük, azt mondja a mondatokat, ne bangesa pen i ahun ke chum isseo. Az én szobámban kb. 90 darabtól van. Ezt a mondatot úgy is lehetne alkotni, hogy nanun bangesa pen i 90 ke chum isseo. És úgy is, hogy kírjátok a számot, jó? Tehát a chum egyrészt, a chum esetén az üivel nem tudunk mondatokat alkotni, jó? Tehát mivel a csüm már ott van, ezért olyan nincs, hogy üi csüm, bla bla bla, az úgy nem, nyelvtelen nem jön ki. Tehát az üi szerkezetet azt teljesen ki kell venni. Nem hiszem, hogy ez volt még, úgyhogy elmondom, de lehet, hogy volt, úgyhogy elnézést, hogyha ismétlem magamat, de létezik olyan szerkezet, hogy úgy alkotjátok a mondatokat például, hogy Yongpil Hanke. Tehát előre rakjátok a főnevet, és utána a számláló szót a számmal együtt, akkor nem kell semmit csinálni, csak egymás után rakjátok őket, és szó közt raktok. Vagy lehet úgy is, hogy Hanke, Yi, Yampil. Tehát előre rakjátok a számláló szót, utána jön maga a főnév, de akkor a kettő közé kell a birtoklási jelölő partikula, mint az Yi. Jó? Tehát vagy így, vagy úgy csináljátok. A csüm esetén az Yi is nyelvtan nem létezik. Jó? Tehát nem tudjátok belerakni.
mivel itt 90 fölötti számról van szó pontosítva, 20 feletti számról van szó, ott az egy olyan szám, amit tradicionálisan koreai számokat kellene mondani. Tehát azt kéne mondani, hogy ahün. Viszont én úgy vettem észre, és nekem azt is mondták, azt említették meg, hogy változnak a dolgok, ugye Koreában is nyilván a nyelv is változik, stb. Ugyanúgy, ahogy Magyarországon is. Ezért vannak olyan esetek, hogy 20 felett már inkább a kínai számsort fogják használni, mert egyszerűen egyszerűbb. Jó? Tehát egyszerűbb azt mondja, hogy küsip, mint az, hogy ahim. Jó? Tehát, hogy emiatt változik meg, ezért mondtam, hogy többféleképpen lehet ezt a mondatot megalkotni. Jó? Ugyanaz lesz érdemes egyébként az összes többire is, majd ide fel fogok csinálni egy csomó mondatot, és mindegyik mondatnak többféle variáció lesz. Ugyanaz fogja a mondat jelenteni, szimplán azért hozom ide, hogy lássátok, hogy 20 felett így is és úgy is lehet alkotni a mondatokat, jó? Mondtam tradicionálisan, hogyha olyan számláló szóról van szó, ami ezzel a koreai számsort kéne használni, akkor a koreai számsort kéne használni, jó? Viszont elképzelhető, hogy a kínait fogják használni. Azt mondja, hogy következő példamondat, itt tízeletli számról van szó, ezért mindenképpen a koreai számsort kell használni. Nézzük, Yogi Esa, Chimderul, Yadabke, Salsu, Issayo, Onu, Joayo. Itt 8 darab ágyat tudsz megvenni, melyik tetszik. Jó, ennek megint kétféle variáció van, vagy kírjátok a számot, vagy kírjátok hangüllel rendesen a számot, jó? Nézzük, még egy mondatot hoztam, amiben tulajdonképpen az összes variációt fogjátok látni az adott példamondatoknak, jó? Én csak az elsőt fogom felolvasni, mert szerintem úgy egyszerűbb nekem legalábbis, azt mondja, hogy Sengil Pátirül Cumbiago Isztajó Pigyerül Cvinhanke Pirjuájó. Éppen egy születésnapi bulit szervezek, vagy arra készülök fel, hogy pontosítsak. 51 darab pizzára van szükségünk. Jó, itt megint láthatjátok az összes verzióját, lehet üyissel, lehet nem üyissel, lehet kínai számsorral, nem kínai számsorral, és a többi. Jó. Tehát itt láthatjátok majd mindegyiket. Hogyha szükségedek van rá, csak állítsátok meg a videót, én megyek tovább, jó? Nézzük, következő számláló szó az a myong és a bun lesz. A myong az az informális, a bun az a formálisabb verzió annak, hogy megszámoljuk az embereket, tehát hány darab emberről van szó. A számokkal kapcsolatban 1-től 4-ig megint ugyanaz, tehát han, du, se, ne lesz, onnantól felfelé rendesen kírjátok a számokat. Megint csak lesz csümös, aztán 10 alatti számok, meg az összes variációja is, jó? Tehát például 내가 그 파티에 사람을 아흔 명쯤 만났어요. 아빠는 azon a bulin kb. 90 darab emberrel találkoztam. 90 darab, nagyon buta hangzik magyarul, de 90 emberrel találkoztam, jó? A lényeg a csüm kb. 10 alatt nézzük, ugye ezt lehetne úgyis megint, hogy küsip myong. A myong itt megint csak informális, tehát valószínűleg olyan emberrel beszélsz, akivel baráti viszonyban vagy. Jó, és ezek az emberek valószínűleg nem nálad magasabb rangú kategóriába tartoznak, jó? Tehát a bunt azt akkor használnád ebben az esetben, hogyha olyan emberekkel találkozol, akiknek mondjuk fontosabb szakmája van, tehát például orvosok, tanárok, politikusok, hírességek, bárki, aki egyébként az életed megmentéséért felelős, akkor azt tudja, hogy magasabb rang, az is ide tartozik mindenki, aki szinte biztos, hogy egyetemet végzett, és mondjuk mesterit is elvégzett, olyan emberek is ide tartoznak, akik egyébként idősebbek nálad, és a többi. Akkor ő rájuk, úgy utána, hogy bud, minden egyéb esetben myong. Jó? Nézzük, 10 alatt urik, Kajo ki, Samyong ki, jó? Ez azt jelenti, hogy 4 tagú családom van. És akkor nézzük, udvarias mondat, kifejezetten Heisu, Puk, Esa,
내백에 숨분위 사람이 제 친구예요. 하시면 이제 hogy a Facebookon 460 embernyi barátom van. Jó, nem tudom, hogy ezt, tehát nem feltétlenül kell itt bunnal írni, itt ez nagyon udvarias, vagy szerintem ezt lehetne mi angol is. Fogalmam sincs, hogy miért ezt hoztam példaként, de itt van példaként, tehát legalább a nyelvtant látjátok. Azt mondja, hogy kevésbé udvarias, ugyanaz lenne tulajdonképpen, csak nyangol. Jó. Megint láthatjátok az összes verzióját, megint állítsátok meg, hogy át tudjátok nézni tényleg, hogy miről van szó. Következő számlálasza az a Mari lesz, a Marival az állatokat számoljátok meg, ugyanez a szisztéma. Jó, számok, megint ugyanaz, nyelvtan egy és ugyanaz. Oké, tehát nézzük a példamondatokat. Verjön a gyummájasza, olyan kika, szümül, mari, csümisztajom. Oké, tehát én egy magányos öreg asszony vagyok, ezért 20 darab macskám, vagy kb. 20 darab macskám van. Következő urinün ke jószat mariga isztajó. Nekünk 6 darab kutyánk van. És még egy példamondat, megint az összes variációval. Domul guaneza guancungiga szarun mariga mannászú isztajó. Az állatkertben 30 darab majommal is tudsz találkozni. Itt egyébként még felsoroltam, majd látjátok a gyakorlásban, de most nem fogom kirakni, mert túl sok lenne, de a gyakorlásban majd látjátok, hogy felsoroltam egy csomó másik állatot. Nagyjából megpróbáltam felbontani, bár hallottam már valaki azt mondta, egyik diáka azt mondta, hogy nem a legjobb felsorolás, úgyhogy elnézést kérek érte, vagy nem a legjobb besorolás. De mindegy, érteni fogjátok, hogy mire gondoltam, jó? Csak a legalapvetőbb állatokat soroltam fel, amit úgy gondoltam, hogy esetleg akartok megtanulni, jó? Nézzük a de, az elektromos eszközöket és a járműveket írja le. Ez egy olyan számlálószó, ugyanaz a nyelvtanok, még mindig nézzük a példamondatokat. Kü hesaga setaki rül csandecsüm parasztajó. Az a cég kb. 1000 mosógépet adott el. Aztán urinun csadongcsága handeisztajó. Nekünk egy darab autónk van. És kapjászta isztasztajó. Csagi e kapi meikadó ahünde szálszú isztajó. Azt mondja, hogy egy kávézóban voltam. Ott 90 darab kávéfőzőt is tudsz venni. Wow. Jó, itt megint csak lesznek egyéb extra szavak, majd ha megnézitek a gyakorlásban, láthatjátok, de kijelent, hogy a sütő, gáz, tűzhely, porszívó, vasaló, mosógép, mikro, hűtő és a többi, ezek ott lent fel lesznek sorolva. Nem fogom az összes mondatot ide felsorolni. És akkor nézzük még a következő. Chan és Byong. A chan a pohára vagy a csészére vonatkozik, a Byong pedig, hogyha üveget akarsz megszámolni, tehát egy üvegnyi valamit. Tehát például a csánt azt használni mondjuk egy pohár kávéra, biztos, hogy lesz ilyen mondatom. A Byongot meg mondjuk ilyenre, hogy egy üveg bor. Jó? Tehát ezekkel együtt tudod megszámolni tulajdonképpen az italokat, és hogy abból mennyi van. Azt mondja, hogy csináncsú e kapi meikarul hande szarasztajó neil kapirul jól csancsüm masilkojajó. Múlt héten egy darab kávéfőzőt vettem, holnap kb. 10 csészenyi kávét fogok inni. Azt mondja, hogy Ate champagne-ül han byongman masyasztajó. Csincsaja. Azt mondja, hogy tegnap csak egy üvegnyi pezsgőt ittam esküszöm. Csincsaja az azt jelenti, hogy komolyan, tényleg, de hát úgyis lenne folytani esküt. Azt mondja, hogy
10 alatti számok, tehát nagyjából ugyanarról beszélünk. Honülün, cse siktang esa, modun sonnimeke hanzani hatcsokorit ül kongcáró csajó. Azt mondja, hogy a mai nap az én éttermemben minden vendég számára egy csészényi forró csokit ingyen adok. Itt megint csak lesznek egyébként italkák, amit ott fenn lesznek csorolva, csak hogy extra szavakat tudjátok tanulni. És akkor az utolsó előtti lesz a csang és a guan. Ez az, amit én mindig összekeverek. Ne kérdezz meg, hogy miért, én ezt nem szeretem, de mindegy, megpróbálom most nem összekeverni legalább. A csangot azt minden olyan minden papírra, lapos tárgya vagy jegyre tudsz használni, a guant az pedig minden olyan tárgya, ami ilyen könyvszerű dolog. Jó, tehát lehet maga a könyv, szótár, akkor ezek a spirálos térképek mondjuk, vagy fotóalbumok, ilyesmikre tudjátok már használni, az újságra is lehet a guant használni. Van olyan, akkor lehet a csángot is szerintem, mert hogy lapos tárgy, de a guant lenne a jobbik, mert hogy azt is lapozod. Magazin is van. Jó? Azt mondja, hogy Basszű szüntságban ül túlcsángban kászájó ommága anbajó. Csak kettő buszjegyet vegyél, légy szíves. Anyu nem jön. És pontűrül csancsán csüm szásztájó ta máni pirjújájó. Kb. 100 darab borítékot vettem, még többre van szükséged? Tehát pontú boríték. Azt mondja, hogy csinándere jól tászat kvannyi csapcsirül ilgasztajó. Előző hónapban 15 darab magazint olvastam. Jó, itt megint lesznek extra szavak, tehát ilyenek például, hogy levél, papír, repülőjegy, buszjegy, fénykép, munkafüzet, tankönyv és a többi, jó? És az utolsó az a ban és a bancse lesz. A ban az az alkalmakat számolja meg, tehát hányszor csinálsz valamit. A bancse az pedig a sorszámot jelöli, tehát hogy első, második, harmadik, negyedik, ötödik és a többi. Nézzük, itt van egy eltérés, tehát hogyha alkalmakat számolsz, akkor az hanban. Viszont, hogyha sorszámot akarsz mondani, akkor az nem az lesz, hogy han bonche, hanem csak bonche. Jó? Tehát azt oda, ugye fel fogom jönni, tehát han bon és csak bonche. Csak bonche. Azt mondja, hogy onul han bon ma magasztó jó, ma csak egyszer ettem. Aje han bon csüm. Hancsánui kapjúrül, más a szajó. Tegnap háromszor ittam egy csésze kávét. Csatpancse, pjongui, hodocsúrül, tartsóa ezt a jó. Azt mondja, hogy az első üveg bort jobban kedveltem. És tűbancse, jankvárül, fogosikpa jó. A második filmet szeretném megnézni. Jó, tehát ez lett volna mára. Remélem, hogy egyértelmű volt. Odalán megtaláljátok megint a gyakorlást, ahogy eddig is. Szerintem ezek alapvetően nem nehezek. A kínai talán egyszerűbb lesz, de lehet, hogy csak azért mondom, én a kínai számsort jobban szeretem, úgyhogy ez személyes preferencia lenne. Ti döntitek el, hogy nektek melyik kedvencetek, melyik nem, melyiket szeretek jobban, melyiket sem, viszont mindegyiket meg kéne tanulni. Igyekeztem nyilvánvalóan azokat felhozni megint csak, amit feltétlenül szükségesnek tartok a mindennapi életben. Jövő héten a kínai számsorra fogjuk folytatni, illetve azt be is fogjuk fejezni teljes mértékben, úgyhogy legalább a számokat letudtuk, és akkor mehetünk tovább a nyelvtanra. Mindenkinek jó pihenési, jó tanulást kívánok, jövő héten találkozunk, sziasztok!